Magán és családi rendezvényekkel kapcsolatosan egyenlőre még fennmaradnak a 2020 novemberében elrendelt korlátozások. A lakodalmakkal kapcsolatosan hozzánk is nagyon sok megkeresés érkezett. Szeretném jelezni, miután ott azért szervezési előkészületek vannak, hogy a kormány az 5 millió oltás elérésekor a lakodalmakra vonatkozó tilalmat szeretné feloldani. Jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A házasulandó párok számára ez jó hír lehet, nem is beszélve azokról, akiknek a megélhetésükben jelentős szerepet játszik a lakodalmakon való szereplés. A Bogyiszlói Népi Együttes vezetője Mihalovics Zsolt azt mondja, már nem is tartja számon, hány esküvőt kellett átszervezni az utóbbi időben. Sok olyan párral állnak kapcsolatban, akik többedik alkalommal halasztanak már. Egy szexág neves pincészetben ezelőtt egy éve, sőt, ezelőtt másfél éve kaptuk a hírt, hogy szeretnének, és külföldről érkező személyekről van szó, és esküvőt tartani, ez 20 májusában lett volna, megtörtént lezárás, írtak, hogy sajnos nem vettük ezt a lapot, és beírtunk egy más időpontot, most május 20-ra, 21-re, és ezelőtt két hét ugyanúgy jött az információ, hogy sajnos ez is le van mondva, és már az lett a végén, hogy most nem tűzünk ki pontos időt, hanem majd meglátjuk, hogy alakul a helyzet. Úgyhogy valóban ezek most napi jelenségek, és az, hogy mikor lehet és hogy, abszolút még teljesen reménytelen a helyzet, én úgy érzem. Horgász Dezső vőfélyként közreműködik a lakodalmakban. Azt mondja, az elmúlt évben 14 lakodalmat kellett volna levezetni, de ennek fele elmaradt a járványveszély okozta korlátozások miatt. Folyamatosan egyeztetek én is az ifjú párokkal, és folyamatosan kontaktban vagyunk, mert még mindig nem nagyon tudunk tervezni, úgyhogy várjuk ezt a 4 milliós beoltottsági szintet, aztán meg a 4 millió 500 ezres, meg az 5 milliósat, és akkor meglátjuk, hogy milyen mértékben lesznek majd feloldva a korlátozások. A kormányzat úgy számol, május 3. hétvégére éri el a beoltottsági szint az 5 milliós határt. Ezt követően újra lehet majd lakodalmat szervezni. Az egyelőre nem tisztázott, milyen szigorítások maradnak, és melyek szűnnek meg ezt követően.